Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Róna Iván, az ismert turisztikai szakember, aki jelenleg a Mazsgisz turisztikai igazgatója, de ez még nem minden, hisz a Zuglói templomkörzet vezetője is. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket is! Hát idén is van nyár, van turisztikai szezon. Mi történik a zsidó háromszöggel, mi történik a Dohány utcai zsinagógával, és egyáltalán mi újság Zuglóval? Boruk Hashem, itt a nyár, ez nekünk nagyon jó, hiszen a nyári szezonban realizáljuk a bevételünknek a nagy részét. Már most júniusban ezt jól érzékeljük, igazán majd amikor kitör a vakáció, a családok körül, akkor lesz teljes a nyári forgalom. Nem panaszkodhatunk, Budapesten sok turista van, és mi megfelelő marketing munkával, a sok turistából megfelelő számú látogatót tudunk saját magunknak biztosítani. Zuglóban pedig, hát most ünnep van, ugye, Suvajsz van, vagy mi mondjuk a tiszántúliak, Sviesz van, Savó, csak hogy csak azoknak mondom, akik így értik, és minden nap, minden istentiszteleten sokan vagyunk, és megünnepeljük ezt a zarándok ünnepünket méltóképpen. Na most, ugye a környékünkön háborúk vannak, valamikor az orosz turisták ellepték hazánkat, nem beszélve a közel-kelet, az izraeli turistákról is, ők sem jönnek, a közel-keleten is háború van. Mennyire érezhető ez ezekről a desztinációkról? Érkezik-e még valaki? Oroszországból, Oroszországi orosz nem nagyon érkezik, nagyon ritkán találkozunk velük. Ezzel itt az orosz garantált túráinkon rendszeresen vannak turisták, hiszen Németországban élő oroszok, Amerikában élő oroszok, sőt Izraelben élő oroszok, azok szívesebben vesznek részt az orosz nyelvi túrán, mint akár a héber, vagy a német, vagy az angol nyelvi túrán. Úgyhogy orosz túráink vannak, de valóban hiányoznak az orosz ajkú turisták egyébként, akik Oroszországból, vagy akár Ukrajnából érkeztek volna. De ez most már több mint két éve hiányzik, tehát ezt már megszoktuk, bekalkuláltuk. Ami nagyon fáj nekünk, az az izraeli turisták hiánya, hiszen ők az összes forgalomnak több mint 10%-át adják, és főleg vakációs időszakban nagyon-nagyon sokan érkeztek minden évben. Most október 7-e óta sajnos szinte alig jönnek izraeli turisták, és ezt mi a forgalomban is megérezzük. Próbáljuk hajthatós marketing munkával, célpiacokra koncentrálva próbálunk más piacokról több turistát bevonzani annak érdekében, hogy az izraeliek hiányát azt átvészeljük. Inkább csoportok vagy FIT-ik adják a munka nagy részét? Nálunk a nagy része, ahogy mindenhol egyéni vendég, tehát FIT egyéni vendég, de nálunk az országos átlagnál különösen nagy mértékben növekedett a csoportos forgalom tavalyról idénre. Ez is egy speciális és elhatározott, eltökélt marketing munkának köszönhető, hogy mi ráhajtunk azokra a szervezett csoportokra, akik ide érkeznek Budapestre. És megfelelő módon elérjük őket, és bevonzuk őket a zsinagógába. Igyekszünk az egyénieket pedig már elérni akkor, amikor tervezik az utazásukat. Tehát amikor ül a komputer előtt, beüti, hogy Budapest a komputerbe, a keresőbe, és akkor följön a Dohány utcán zsinagóga. Hát elég agresszíven följön, tehát ez egy agresszív marketing, de hát így kell ezt csinálni. Mi újság a zsidó háromszöggel? Nagyon népszerű, egyre népszerűbb, és ami az érdekes, ami engem is meglepett, megmondom őszintén, nagyon sok magyar érdeklődőnk van. Tehát a zsidó háromszög, ugye csak a nézők számára, ugye elmondjuk, ugye az a háromszög, hogy nézők a Dohány zsinagóga, a Rumbach zsinagóga, a Kazinczy utcai zsinagóga, és a ezen közötti területenek a gyalogos bejárás, gyalogos túra, és sok külföldi is érdeklődik, de azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben nagyon sok magyar érdeklődőnk van, és sok magyar nyelvű túrát is viszünk. Tehát akkor ezek szerint a MAOI-val is együtt tudnak dolgozni? Nagyon, mi nagyon szuperül dolgozunk együtt, nekünk semmi problémánk nem, nincs.
bármikor belépésünk van a Kazincucen zsinagógába, még nem volt soha problémák. Nagyon szépen működik. Jó, akkor most vegyünk részt egy kis időutazáson, hisz azért ön a karrierjét azt nem a mazsihízbe kezdte, hanem a turizmus legjavába. Ön szerint milyen destináció vagyunk mi napjainkban, Magyarország, illetve Budapest, illetve fog-e segíteni rajtunk, hogy most az Európai Uniónak is mi vagyunk a soros elnöke? Az, hogy az Európai Unió soros elnöke lett Magyarország idén most a másodszor, ugye 11-ben volt először, ez az üzleti turizmus, ahogy ezt mi nevezzük, annak kedvez, hiszen nagyon sok olyan látogatónk lesz itt Budapesten, akik az uniós elnökségből fakadóan érkeznek meg Budapesten. Meg több száz újságírónk is lesz. Újságírók is, politikusok is. Tehát ez mindenféleképpen növelni fogja egyrészt a szállodák forgalmát, másrészt az éttermek forgalmát, harmadrészt pedig a shopping móloknak a forgalmát, mert mindenki ember és viszonylag ajándékot haza. Tehát ez ebből a szempontból jelent egy forgalomnövekedést. A másik része a dolognak az, hogy az idei évben nekünk Budapest az egy nagyon fontos desztináció. Nem csak, hogy mi Budapesten vagyunk, hanem Magyarországon a turista forgalmak a nagy részét Budapesten realizáljuk. És idén nagyon szép számmal érkezett Budapesten, növekvő létszámmal érkeznek a turisták. Budapest egy jó desztináció. Sok program lehetőség van, jó szállodák vannak, jó szállásaik vannak, jó a gasztronómia, még mindig nem olyan drága a külföldi turistának, mint a magyarnak egy étterem, és ezért aztán szívesen látogatnak Budapestre, és aztán mi abból profitálunk természetesen. Hogy állunk a gyógyturizmusunkkal, mert valamikor az is nagyon jó volt. Teljesen normális működik. Ezek inkább vidéken realizálódnak? Hajdúszoboszló és egyéb? Természetesen ugye azok a szálláshelyek, illetve programgazdák, akik olyan helyeken vannak, mint gyógy, vagy egészségturizmus, wellness turizmus, ezeken a helyeken nagyon sokan megjelennek, és természetesen Budapestről is sokan utaznak el, és látogatják ezeket a helyeket, de én azt látom, hogy Budapest is, még a magyarok számára is nagyon népszerű. Igen, de a magyar turizmus mindig arról álmodott, hogy konferenciákat ide lehet hozni, hatalmas kongresszusi központok vannak, a szállodákban hatalmas termek, és ez ugye a Covid után egy kicsit lelassult. Ez az üzleti turizmus, mi ezt MICE-nak hívjuk, ugye Meeting Incentive Conferences and Events, tehát ez a mozaik szó. Ennek keretében valóban a Covid idején visszaesett a forgalom, hiszen nem volt üzleti turizmus. Azonban ez most megváltozott már, és Covid után, hála Istennek, hogy visszatértek ezek a turisták, hiszen nagyon meg voltunk ijedve, mert ezek a zoomos konferenciák, ezek nagyon népszerűvé vált, és nagyon megijedtünk a Covid alatt, hogyha elmúlik a Covid a járvány, akkor esetleg megmaradnak ezek a technikai megoldások, és utazás helyett a Zoom-ot fogják választani. De nem, ez nem így van. Újra beindult a konferenciaturizmus, újra beindult a rendezvényturizmus, és köszönjük szépen, nagyon jó van. Mi is ebből kiveszünk a részünket, hiszen a Rumbak, a zsinagóga, az nem csak zsinagóga, az egy multifunkcionális épület, és konferenciaturizmussal is foglalkozunk. Igen, és ha már erről beszélünk, akkor a szocializmus idején azt mondták, hogy Kelet-Európa Párizsa az Magyarország, mert éjszakai mulatok voltak, sok-sok kávéház. Ma a kulturális programok, a revük nem hiányoznak már az ajánlatokból? Nincs rá igény. Ez az érdekes, hogy nyilván meglennének, hiszen nagyon színvonalas revük voltak. Kormány nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a magyar zene legalább nyáron visszatérjen. Legalábbis a cigány zene mindenféleképpen, amit a külföldiekben szeretnek, de ezek a revű műsorok, ezek elvesztették a varázsukat valahogy, és hiába próbálkozott ez a fajta kínálat, nem talált rá keresletet. Úgyhogy most más nagyon sok program van helyette,
nem éjszakai program, de esti program van, dunai hajózás például, rettentő népszerű a dunai hajós városnézések, vagy az esti vacsorás hajóutak. Tehát ezek pótolják a... És hogyha már hajókról, hajókat említett, Budapestre érkeznek az üdülő hajók is, megállnak, és akkor itt töltenek 2-3 éjszakát, és minden nap más programjuk van. Mennyi munkát adnak ezek? Hát most megmondom őszintén a számot is, 488 csoportunk van az évfolyamán a hajókról. Bennünket nagyon rosszul érintett az árvíz, mert gyakran hajózási korlátozások voltak érvényben a Duna felső szakaszán. Ausztriában például nem közlekedhettek hajók. Most ebben az elmúlt időszakban elég sok csoportunk ezért kiesett. De egyébként az év során több száz hajós csoportunk van. Köszönjük szépen, ők is nagyon jól érzik nálunk magunkat, és a mi kasszánk is jól érzi magát, amikor a hajósok itt vannak. Gyakorlat diplomás idegenvezetők hogy oldották meg? Saját tanfolyamokat indítottak? Nem. Nagyon sok tanfolyam van, idegenvezető tanfolyam van, az idegenvezetők tanulhatnak, levizsgázhatnak. Nekünk van egy saját biszensz szisztémánk. A Dohán zsinagógában, illetve a Rumbak zsinagógában csak nálunk szerzett biszenszel lehet, engedéllyel lehet vezetni. Mi megköveteljük azt, hogy az idegenvezetők, akik nálunk kívánnak csoportokat kísérni, vagy vendéget kísérni, azok megfelelő felkészültséggel jöjjenek hozzánk, és valóban azt mondják, ami a valóság. Ezt az elmúlt 7 évben vezettük be, és az elmúlt hét minden hónapban van idegenvezetői vizsgánk, vizsgáztatunk idegenvezetőket, de kifejezetten csak a Rumbakra és a Dohányra terjed ki ez a... Most fogom behúzni a csőbe. Van Magyarországon, a Páva utcában egy dokumentációs központ és emlékhely. Mi lenne, ha kézbe venné ezt is, és megszervezné, hogy ugyanazok a turisták, akik oda elmennek. Mondanám a szerkesztőről, hogy van gondom nekem elég. Köszönöm szépen, nem hiányzik még egy pupa hátamra. De nagyon érdekes egyébként, nagyon érdekes hely és nagyon érdekes kiállítás a Páva utcai holokauszt emlékközpont. Egy baja van, nagyon kiesik. Tehát nagyon nehéz beleépíteni egy ilyen háromszög túrába például, pedig nagyon érdekes, de nem keres rossz helyen, nem keres egy rossz helyen, hiszen épp Grósz elnök urral a napokban beszélgettünk arról, hogy hogy lehetne felfuttatni a Páva utcai látogatók számát, és biztos, hogy meg fogjuk találni a megoldást. Marketinget kell neki csinálni, és meggyőzni azokat, hogy töltsenek el ott is egy órát. Az a baj, hogy aki Budapest érkeznek, azok még mindig nem töltenek el többet, mint 2-2,5 vendégészakát általában, és amikor a bakancs listát összeállítják, nem nagyon veszik ezt bele. Nyilván marketinggel lehet rásegíteni, de amikor van parlamentünk, van állatkertünk, van operánk, van szépművészeti múzeumunk, van zsinagógánk, van bazilikánk, van mátyásta, van halászbástya, akkor nagyon nehéz belesúvasztani még egy programot. És ami ráadásul egy emlékhely. Így van, pontosan. És hát lássuk be, hogy nem tud konkurálni egy varsói, egy berlini, nehogy Isten, egy New Yorki holokausz központtal. Nem olyan széles spektrumban mutat be. Meg a buszok is elég nehezen közlekednek. Nem lehet, képtelen se. Az ülőúton nem tud megállni, azokban a szűk utcákban a busz nem tud bemenni. Tehát egyéni turista még a Burman elmegy és erre kíváncsi és megnézi, belül egy taxiba, vagy fölül a metróra, és megkeresik, de csoportokat egyszerűen nagyon-nagyon nehéz. És hál' Isten, nem az én problémám, de beszéltünk erről, fején találta a szerkesztőm. Kedves nézőim, ennyi fért be egy korareggeli interjúba. Látogassák önök is a zsidó háromszöget, akkor is, hogyha itt élnek a fővárosban, vagy Magyarország bármely városában, mert a külföldiek messziről ide jönnek, és lehet, hogy
nekünk is egy kicsit emelt fővel kell járni a városba, megnézni a történelmét. Azt mondja meg nekem még, hogy idén is lesz zsidó nyári fesztivál? Zsidó kulturális fesztivál, most így hívjuk most már több mint 7 éve. Igen, lesz, szeptember elején kezdjük, nem is egy hétig fog tartani hosszabban. Nagyon érdekes programok lesznek, és sok helyszínen. Tehát nem csak a Dohány lesz most főhelyszín. És a Rumbak és a... A Rumbak is, a Uránia, Csák is, ugye, Csáki. Hegedűs utcai zsinagóga, és még számos más helyen lesznek előadások, és nagyon színvonalasak. Nem csak koncertek lesznek, irodalmi előadások is lesznek. Úgyhogy invitálom a kedves budapestieket, és nem csak budapestieket. És a vidékieket is, mert vidéken is lesz. Szegeden is, Debrecenben is lesz, így van, de invitálom őket, jöjjenek, mert egy nagyon izgalmas hétre, 10 napnak nézünk elébe szeptember elején. Hamarosan kijönnek a programok, hamarosan lehet bukolni, lehet foglalni helyeket, és várjuk szeretettel a Budapest és a vidéki magyar lakosságot, külföldiek együtt. Valamikor évekkel ezelőtt, amikor dr. Vadas Vera vezette ezt, akkor még a vendégészakák is megnőttek, mert voltak Bécsből, Ausztriából, a környező országból, sőt Amerikából is, akik ide jöttek erre. Most kicsit mosolyogok, mert akkor abban az időben voltam a Magyar Turizmus RT vezérigazgatója, és nagyon jól dolgoztunk együtt a Verával, és bizony Magyar Turizmus RT akkor nagyon komoly összegeket fordított, marketing összegeket fordított, hogy ezekben az országokban a zsidó nyári fesztivált, ami akkor úgy hívták, azt népszerűsítse, óriás plakátokon, televíziós reklámban, és nagyon sok is. És akkor is a digitális módon is tudtuk ezt. Hát, hogyha bemutatni. Valami egyszer bevált, akkor... Pénz kell hozzá, és ez nem a mi büdzsénk, ez a Magyar Turizmus Ügynökségnek hívják. Igen, csak hogy ez azért vendégészakáthoz, és ezek a vendégek költenek is. Így van. Aki vendégészakára érkezik, az költ. És nem csak a jegyekre. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és mielőtt visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Róna Iván, a Dohány utcai központi zsinagóga, illetve a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és a Zuglói templom körzet elnöke, és ha már itt járnak a fővárosban, akkor ugorjanak és nézzék meg azt a bombonérát, azt a zsinagógát is, ami úgy beilleszkedik a Tököli úton, és ott azért történelem is van. Tartsanak velünk, már is jövünk vissza.